Most egy pár mondat erejéig a szokásnak megfelelően a mantról kell beszélni. Ilyenkor szoktuk elmondani, hogy az elmúlt egy évben körülbelül mi az, amire büszkék lehetünk, és ami mögöttünk van. Engedjék meg, hogy egy nagyon személyes dologgal kezdjem. Én másfél éve lettem, vagy kaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy a MANT elnöke legyek, és ez egy óriási megtiszteltetés volt egyfelől, másfelől egy nagyon nagy érdeklődést is váltott ki belőlem, hogy milyen a színfalak mögött a történet. Mert a MANT egy népszerűsítő, tudománynépszerűsítő műhely, egy egyesület, amelynek az a szerepe, hogy a társadalomban minél szélesebben, minél több réteget megszólítva ezt a tevékenységet népszerűsítse, illetve belül fórumot adjon a szakmának, találkozási pontokat szervezzen, rendezvényeket, konferenciákat. Ilyen szempontból én ezt az eredményt láttam eddig, 20 éven keresztül, és most bekerültem a színfalak mögé, hogy ez hogy is zajlik. És erről az jut eszembe, hogy egyszer volt szerencsém egy rendező mellett végig asszisztálni, segédként, de már elég felnőtt fejjel, végig asszisztálni egy musicalt. Egy musical darabot az elejétől a végéig. Amikor a főszereplő, ez a darab Nagykanizsán játszódott, mármint hogy fizikailag ott lett előadva a művelődési házba, és a főszereplő, aki szerencsére azonban nem a legelején lép be a színre, a főszereplő még Vácon volt. Nem érdekes, mert a másik szereplő, aki szintén egy főszereplő ennek a musicalnek, őnek viszont elment a hangja a bepróbálás közben. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy aztán lett orvos, injekció, hang visszajött, autó, leért a szereplő, úgy, ahogy utcai ruhába volt, úgy be a rész. Szóval minden végül klaffolt, és mikor vége volt az előadásnak, akkor mondták, hogy hú, hát milyen tökéletes rendezés, meg hogy ment ez, és én meg csak álltam, és mindenem rezgett, mert azt láttam, hogy megy ez mögötte. Egy kicsit ilyen ma egy egyesület élet. Hogy nagyon kevés a támpon, nagyon kevés a biztos dolog, nagy a kitettség támogatásban, működésben, mindenben, miközben akik benne vannak, szívüket, lelküket teszik, de hát az egyik még Vácon van, a másiknak pedig elment a hangja, tehát, hogy harcolunk, küzdünk, ezért minden szereplőjét az űrkutatásnak, űrtevékenységnek, akik úgy ítélik meg, hogy ez a népszerűsítési munka hasznos, azt arra kérném, hogy támogassák is. Támogassák is ezt a maguk módján, mert valószínűleg közös érdek. És itt külön meg szeretném köszönni azoknak a szervezeteknek, egyelőre állami, vagy államhoz közeli szervezetekről van szó, de bízom benne, hogy előbb-utóbb privát szféra is megérzi azt, hogy ennek van visszaható hatása, van kölcsönös előnye, és érdemes támogatni. És akkor most, ezek után már csak tényleg két mondatban, az elmúlt egy évről, én csak a megjelenésről szeretnék, a háttérről most nem, miközben nagyon szeretném megköszönni összes munkatársamnak és összes tagtársunknak azt a küzdelmet, amit az elmúlt egy évben vagy másfélben végeztek. Tehát, amire nagyon büszkék vagyunk, több év munkájával egy nagyon hiánypótló könyv jelent meg, és ebben a MANT-nak szakmailag is, és szervezésben is nagyon nagy szerepe volt. A Magyarország és a Világkül könyv, azt hiszem, hogy egy igazán komoly produktum, nem csak az egyesülettől, hanem mindazoktól, akik ezt támogatták, külön köszönet a minisztériumnak. És miniszteri biztos asszonynak, akinek jelentős szerepe van, hogy egyáltalán ebből lett valami. A másik, ugye már szó volt a hazai űrkörképre, ezt tényleg javaslom lapozgatni, egy kicsit úgy is, hogy az ember elkezdi kigyűjteni, vagy csak úgy belenéz, hogy mondjuk milyen technológiai kompetenciák vannak, és azok milyen gyakorisággal fordulnak elő, hány cégnél, hány intézetnél. Érdemes egy kicsit ezt a térképet, ugye ebbe csak úgy benne vannak az adatok, de nincs igazán, hogy mondjam, földolgozva. Érdemes ezt egy kicsit földolgozni, meglepő arányok és aránytalanságok láthatóak a magyar űrtevékenységben ez alapján. Amire büszkék vagyunk szintén, ez az évek óta megjelenő űrtan évkönyv, amire most rá se ismernek a kedves tagok, hiszen ez mindig fehér volt, nagyon egyszerű puritán kék betűvel szedve a borítója, és belül is elég puritán kiadvány. Hát ez a puritánság, ez most egy minőségi ugrással egy más minőségbe került. Egy
ugye amit kapok, vagy nyerek a réven, elveszítem a vámon, hát ez annyiba többbe került, hogy így viszont nem jelenik meg. De mondjuk úgy, hogy csak online formában érhető el, de mondjuk úgy, hogy azért, mert már ennyivel tudatosabbak vagyunk, és a környezetünket védjük, tehát nem okozunk nagyobb kárt. A következő a versenyeink. Hát a versenyeinket tényleg azt hiszem, hogy robbanásszerű változás volt. Az irány az űrverseny, mint Kárpát-medencei verseny ötletében is, nagyon jó tartalmilag egy nagyon komoly verseny. A kérdéseket tanári körben is, vagy akár szakmai körben is érdemes megfuttatni. Nem biztos, hogy bírnánk a versenyt a diákokkal. A döntőben én becsület szóra magam kitöltöttem azt, amit nekik az egyik feladat, több feladat is volt, de az egyik, amelyik ilyen tényleg feladatválasztós volt, hogy így mondjam. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy azonos pontszámot el tudtam érni az első helyezett csapattal, de egy makulátnyival se tudtam megverni, tehát egy centivel sem, tehát ez egy ilyen kétharmados szereplés volt. Nagyon komoly verseny, nagyon jó vízhanggal, tanárokban, diákokban, és nagyon komoly jutalommal, reméljük, hogy ez működni is fog, mert egyelőre még ugye mindig a finanszírozás a legnehezebb. A diákpályázatunk az megy, és jövőre újabb ötletekkel gazdagítjuk. Itt elsősorban az NMHH-ra nézek, hogy az volt megbeszélve, hogy itt a rendezvény végén még meg is hirdetjük a következő diákpályázatunknak a fő témáját. Ugye a tavalyi téma a mesterséges intelligencia az űrkutatásban, vagyis hát mi, úgyis mint természetes intelligencia, mit keresünk az űrkutatásban, és mit keres a mesterséges intelligencia. Nagyon sokféle megoldást kaptunk a diákoktól. Kiemelném az ESA Kenset versenyt, aminek a döntőjébe jutottunk. Ez is egy nagyszerű dolog, egy nagyszerű fiatal csapattal. Itt köszönet a munkatársaknak is, akiket segítették. És hát még mehetnék tovább, de nem, most átérünk gyorsan a rendezvényekre. Az egyik kiemelt rendezvényünk ugye ez a nemzetközi konferencia sorozat, ami a MASZAT sikerével indult, és annak apropóján a Műegyetemen szerveztük. Akkor is már a MANTAL közösen, tehát abban a sapkánban is a MANTAL közösen, és most is. Annyi változott, hogy két évenként rendezzük, és a párhuzamos évben, tehát az ellentétes paritású évben pedig a nemzeti konferenciát tartjuk meg. Nagyon-nagyon szép és tartalmas rendezvény volt Arnár Iván 90. születésnapja alkalmából, az a magyar űrtevékenység évtizedeit bemutató előadás és konferencia, egy belső konferencia, ami nem csak tartalmában, de azt hiszem külsőségeiben is méltó ünneplése volt a hazai űréletnek, és hát fantasztikusan jól sikerült az űrtábor, mert végre megint lehetett személyesen, nem online, két éven keresztül online, szörnyű, amikor a diákoknak a táborozás online zajlik, nem tudom, hogy ez egyáltalán lehetséges ez, vagy ez valami teljesen fura dolog, de végre lehetett személyesen, és annyira jó volt, hogy több intézmény és cég fizikailag is megjelent, eszközöket mutatott be, hozott, és ezt nagyon szerették a gyerekek, mert ez igazán az, amiért ők vannak, hogy az MH még egy műszerparkkal is szinte megjelent ott. És hát még egy gondolat, hol lehet velünk találkozni, és ez már inkább az interneten minket követőknek szól, hiszen az itt ülők ezt tudják, hát leginkább a honlapunkon, ahol nagyon sok minden megtalálható, de hát emellett rengeteg rendezvényünk van, YouTube csatornán szinte mindig utolérhetőek vagyunk, néha a Facebookon is, és a honlapunkon pedig, akik regisztrálnak, szinte minden rendezvényekről videós és képes feldolgozást látnak, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy gyakran látogasson el a mand.hu-ra, és akkor azt hiszem, hogy a hazai űrtevékenységnek igen jelentős részéről kapnak információt. Egy kicsit persze kitekintünk az űrvilág felé is, az is elérhető a honlapunkról, meg elérhető a kormányzati űrtevékenységről szóló információs oldal, tehát igazából mi egy jó kis pont vagyunk, kiinduló pont. Ezt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, és még egyszer visszatérnék oda, egyesület vagyunk, aki örül a támogatásnak. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, a honlapunkon még egyszer, és akkor köszönet a tagtársaknak, és köszönöm a figyelmet mindenkinek. Köszönöm szépen!